Nyírtas, egy 2000 lakosú falu Kisvárda közelében. Karácsony Gergely itt töltötte gyerekkorát, ezért jelentette be itt, hogy elfogadja pártja felkérését. Érezve a családom félő támogatását, itt a gyerekkorom színhelyén tudom kimondani azt, hogy miniszterelnök jelöltként elindulok az ellenzéki előválasztáson. Azt mondta, nem az 1%-nyi kiváltságosokért, hanem a 99%-ért akar küzdeni. Szerinte az egyik legnagyobb baj, hogy egyre kevésbé érezni egynek és oszthatatlannak Magyarországot. Egyre inkább azt érezzük, hogy a hazánk végletekig megosztott. Amikor a hazámat szeretném szolgálni, akkor elsősorban azt a célt szeretném szolgálni, hogy Magyarországot újra egyesítsük. A következő állomás Debrecen volt, ahol diákéveit töltötte. Azt mondta, két dolog miatt is fontos neki a város. Itt élte meg a rendszerváltást, valamint az 1848-49-es forradalom és szabadságharcban itt mondták ki a Habsburg-ház trónfosztását. Van egy szűk, 1%-os uralkodó réteg, és nekünk arra kell szövetkeznünk, hogy egy trónfosztást vigyünk végbe. Hogy megszabadítsuk az országunkat ettől a megosztó és az életünk erőforrásait elvevő hatalomtól, és utána újraépítsük. Budapesten azt mondta, mindent megtesznek azért, hogy amire 2019-ben mandátumot kaptak, azt megszolgálják, de most arra kiderült, 2022 már arról is szól, hogy lesz egyáltalán önkormányzatiság. Az a hatalmi struktúra, amiben ma önkormányzatot szeretnénk megvalósítani, önkormányzati politikát végrehajtani, ez nem a partnerünk. Még csak nem is az ellenségünk, hanem tulajdonképpen a gyilkosunká vált. Karácsony Gergelyt a Párbeszéd mellett az MSZP és az LMP is támogatja. A Fidesz szerint indulásával újabb állomásához érkezett a Gyurcsány Show. Hollik István azt mondta, a DK elnöke a többi jelölt után most az angolul nem beszélő ex-tanácsadóját is színpadra hívta. Egy dolog azonban már most borítékolható. Ennek a show műsornak a végső győztese egészen biztos Gyurcsány Ferenc lesz. Karácsony Gergely az 5. miniszterelnök jelölt az ellenzéki térfélre. Eddig Dobrev Klára a DK LP képviselője, Jakab Péter a Jobbik és Fekete Győr András a Momentum elnöke, valamint Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármestere jelentette beindulását. Az előválasztás szeptember 18-án kezdődik.